az Eszterházi Ének Együttes előadását is meghallgathatták, akik ellátogattak a Kuni Domonkos Múzeum legújabb időszaki kiállítására. A nagyszabású tárlat Tata és Tóváros egyesítésének 80. évfordulója alkalmából jött létre, ahol olyan tárgyakat, illetve régi felvételeket tekinthetnek meg az érdeklődők, amelyek a városunkat mutatják be az 1930-as évek végén. Ennek a jubileumnak az örvén szerettünk volna megemlékezni arról a folyamatról, amelyre kollégánk dr. Rabár Ferenc legújabb levéltári kutatásai alapján sokkal több részletet ismerhettünk meg, mint amit eddig tudhatunk. Miért pont kiállításom? A kiállításnak azt hiszem jól láthatóan azok a főbb elemei, amelyeken megpróbáljuk megmutatni az első teremben Tata és Tóváros különbözőségét, majd azokat az összekötő pontokat, amelyek ezt a két települést egyesítik, majd végül a következő térben a kiállítás azt mutatja be, hogy az egyesülés milyen folyamaton ment végbe, és milyen eredményeket ért el. Megemlékezünk arról is, hogy a II. Világháború szele miket söpört el, hiszen itt látható Tata város tervezett főterének távlati rajza. Itt látható egy olyan térkép, amelyen Tata és Tóváros minden egyéb tervezett épületének fontos részei kiemelhetőek, és itt látható egy kis vitrin, illetve kettő vitrin, amely arról emlékezik meg, hogy a múzeumot is 38-ban megalakították. A város egyesítés évfordulója alkalmából idén már több előadáson, illetve várostörténeti sétán vehettek részt a tataiak. Dr. Rabár Ferenc múzeológus a tárlat összeállításakor igyekezett a legszemléletesebben bemutatni az akkori korszak jellemző tatai vonásait. Arra törekedtük, hogy ne csupán és pusztán csak az egyesítés folyamatát érzékeltessük, hanem szerettük volna a látogatókat visszakalauzolni ebbe az 1930-as éveknek a világába. Tehát egy kicsit bemutattuk, hogy hogyan értek Tatán, Tóvároson az emberek, az enteriőrök, a kiállított tárgyak mutatják ezt, hogy milyen különbség volt a mezőgazdaság és az ipari népesség között. Közös szervezetek is kialakultak, és ezeknek a tárgyi bizonyítékait is felsoroltuk. A városegyesítés bemutató kiállítás egészen március végéig tekintheti meg az érdeklődő közönség.